Adventi koszorúkkal ajándékozták meg a Vaskertes Általános Iskola tanulói a Gyergyószentmiklósi ápoló és gondozóközpont lakóit. Kevesebb mint egy hét múlva kezdődik a Szent Miklós Napok rendezvénysorozat. A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelték Csíkszeredában. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! A több éves hagyományokhoz hűen saját készítésű koszorúkat ajándékozott tegnap a Vaskertes Általános Iskola diák és tanárközössége a Gyergyószentmiklósi ápoló és gondozóközpont lakóinak. A karácsonyi előkészületeket, az ünnepre való hangolódást jövő héttől az iskola udvaron elkészített adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása is biztosítani fogja. A jól bejáratott, több évre visszanyúló hagyomány szerint saját készítésű koszorúkkal ajándékozták meg a Vaskertes Általános Iskola tanulói a Gyergyószentmiklósi ápoló és gondozóközpont lakóit. A koszorúkat a november 30-ai szabadnapra való tekintettel egy nappal korábban, csütörtökön vitték el a központba. Pontosan nem tudjuk, hogy hányadik alkalommal, mert már nagyon régi hagyománya van, tehát több mint 10 éve tulajdonképpen, hogy az iskolánk az minden adventben próbál egy kis örömet, egy kis fényt vinni tulajdonképpen az ápoló és gondozóközpont lakóinak a szívébe és a szobáiba. Ezért készítünk minden évben adventi koszorúkat, hogy ők is érezzék azt, hogy ünnep van, hogy ünnep közeleg, és hogy vannak valakik, akik azért rájuk is gondolnak. A gyerekeknek pedig nagyon fontos az, hogy megtanulják azt, hogy adni jobb, mint kapni. A tanulók és a pedagógusok már jó idejében készültek a gondozó központ lakóinak megajándékozására. Ezúttal 18 koszorút készítettek és vittek nagy szeretettel az intézménybe. Általában minden osztály vagy szülőkkel, akár közösen, vagy pedig együtt csak a gyerekek összegyűlnek egy-egy órá keretén belül, és megtervezik ezeket a koszorúkat, illetve feldíszítik azokat is, ami az osztályban marad, és majd az osztályban az adventi gyertyákat gyújtogatják minden héten, illetve ezt a koszorút is, ami felkerül majd a gondozóközpontban. A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekeknek fontos ez a tevékenység, megérinti őket is az ajándékozás öröme, a pillanat hangulata. Mindig nagyon meg vannak hatódva, és nagyon sokszor láttam már azt, hogy könnyes szemmel jönnek ki igazából az otthonból, mert hogy látják azt, hogy ott mennyire egyedül vannak, hogy mennyire nincsenek hozzátartozóik, és talán ilyenkor értékelik igazán azt, hogy milyen fontos a család, hogy milyen jó nekik, hogy nekik van ahová hazamenni, és vannak gondoskodó szülők, és van egy olyan ünnep, ami családi körben teljesen másképp élhető meg, mint mondjuk egy ilyen ápoló-gondozó központban. A Gyergyószentmiklósi ápoló és gondozó központhoz érve elkészült a szokásos csoportkép a gyerekekről, majd átadták a koszorúkat az otthon lakóinak. A dalkörösök pedig énekléssel örvendeztették meg a jelenlévőket. Az ápoló és gondozó központ vezetője Elekes Erika a lakók nevében mondott köszönetet a tanulóknak. Köszönjük, hogy úgy bejöttetek hozzánk az idén is. És akkor mostantól igazából kezdődik az ünnep, elzihet nekünk az ünnep kezdetét. És igen, minden szobában majd fogjuk érezni azt, hogy rájuk gondoltatok. A szintén több éves hagyomány éltetése érdekében az iskola udvarán egy nagy adventi koszorút is készítenek, melyen majd meggyújtanak hétről hétre egy-egy gyertyát a decemberi várakozási időszakban.
A magyarországi baba kötvényhez hasonló megtakarítási számlát nyit minden gyermek számára a román kormány, amely a szülők és az állam befizetéseit gyűjti össze a felnövekvő gyermek számára. A 2019-ben induló Junior Centenár megtakarítási programról a gyulafehérvári ünnepi kihelyezett ülésén döntött csütörtökön a Döncsilő kabinet. Viorica Döncsilő miniszterelnök a televízió csatornák által élőben közvetített kormányülésen elmondta, a megtakarítási program a 18. évüket betöltő fiatalok tanulmányainak, pályakezdésének a költségeihez hivatott hozzájárulni. Kevesebb mint egy hét múlva kezdődnek a Szent Miklós napok. December 5 és 9-e között kulturális, népi és sportrendezvények is lesznek. Az események legfontosabb pillanata a Szent Miklós napi búcsú, azt megelőzően viszont seregszemle, Szent Miklós várás, tűzi játék, koncert, majd pedig sportgála, főzőfesztivál és előadások is a programok részét képezik. Jövő hét közepén veszi kezdetét Gyergyó Szent Miklós védőszentjének ünnepség sorozata. A december 5 és 9-e között zajló események programja kialakult és közzé is tették már. Ami nagyon kiemelendő és talán a legfontosabb programok közé tartozik, hát az most az első napján lesz a rendezvénynek, szerdán december 5-én, és a délutáni órákban 4 órakor lesz a gyergyói seregszemle, ami a tavalyi seregszemle sikeréből kiindulva hasonló jelleggel lesz megrendezve. Erre várunk szeretettel minden szervezetet, egyesületet, intézményt, hogy aki szeretné képviseltetni magát, bátran jöjjön el. Azok is, akik még esetleg nem vettek részt ezen a programon, mindenki számára nyitott és mindenkit szívesen látunk. A rendezvény sorozat első napján, december 5-én 17 órakor érkezik a gyerekek legnagyobb örömére Szent Miklós püspök, majd sorban ezután lesz a tűzi játék és a nagyszínpadi koncert a Kowalski meg a Vega együttessel a főtéren. December 6-a a város védőszentjének ünnepe. A búcsús Szent Mise 11 órakor kezdődik, melynek ünnepi szónoka Fazakas Zoltán Márton, premontrei apát lesz. Ezen a napon újdonságra is számíthatnak a Gyergyó Szent Miklósiak. Ami újdonság, ugye a sportgála a Városi Sportklub szervezésében, ez egy teljesen új programja a rendezvénynek, és ugyanakkor egy másik kiemelkedő és talán az egyik legfontosabb programpontja a Szent Miklós napi búcsús szentmise és ünnepélyes körmenet. Aztán szintén egy sarokpontja, fő pontja a rendezvénynek a szombati 9. Kárpát-medencei disznótoros fesztivál és az a köré csoportosuló különféle versenyek, a Kárpát-medencei kamrák kulináris kincsei című verseny, ami a hagyományos eljárással készített húsipari termékekről szól, illetve a kocsonya mustra, tehát ezek azok a versenyek, vetélkedők, amelyek ehhez a hagyományhoz kötődnek, és ezekhez a disznóvágások körüli ételkultúrához kötődnek. A Kárpát-medencei disznótoros fesztivál jelentkezési határideje egyébként december 5-e. A rendezvény ezúttal is jótékonysági jellegű lesz, az adományok odaítéléséről a későbbiekben döntenek. Szombaton este a Gyergyó Szent Miklósi Teddy Queen együttes koncertezik majd, vasárnap a sportrendezvényeké, de ugyanakkor a népi jellegű programoké lesz a főszerep. Gyerekelőadás lesz többek között az Élet fája című előadása a Figura Studio Színháznak, aztán délután a Balánbányai Ördögborda Néptánc Együttes Napszentület Őseink Hagyatéka című táncjátéka lesz megtekinthető, és este a No Sugar fog koncertezni szintén a Művelődési Jászínház termében. A Szent Miklós napok rendezvény sorozat időrendi és helyszíni leosztásban megtalálható a Facebookon, ahol eseményként hirdetik a 2018-as kiadást. Nyilvános eseményen hirdette ki Klaus Johannis államfő a Marosvásárhelyi-Jás autópálya megépítéséről rendelkező törvényt csütörtökön a Kotrocsenyi palotában. A képviselőház döntőházként november 7-én fogadta el a Marosvásárhelyi-Jás autópálya építését előíró törvényt. A tervezetet a Népi Mozgalom párt nyújtotta be, és az összes politikai párt képviselői támogatták aláírásukkal. A törvény értelmében az Uniri, azaz az Egyesülés nevet viselő stráda Hargita megyén is áthalad, Románia és a Moldovai Köztársaság határán kezdődik majd, egy a Prut folyón átívelő új híddal. Az autópálya a Brassó-Bors közötti A3-as strádához vezető bekötő útba torkollik majd Marosvásárhely közelében.
A beruházást az állam finanszírozza a szállításügyi minisztérium révén, valamint vissza nem térítendő Európai Uniós alapokból és vagy a köz- és magánszféra együttműködése által. A törvény hatályba lépése után legkésőbb 30 nappal a szállításügyi tárcának be kell indítania a beruházáshoz szükséges eljárást. A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelték Csíkszeredában. Egyebek mellett a rendezvény sorozat keretében katonai kitüntetéseket, tárgyi emlékeket, installációkat felvonultató kiállítást nyitottak. Háromnapos rendezvény sorozattal emlékeztek a Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulójára Csíkszeredában. Az esemény sort Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa, a város önkormányzata és a Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület szervezte. Pénteken a Csíki Székely Múzeumban nyitották meg a Székely Hadosztály történetét és parancsnoka, Kratoff Vil Károly életútját ismertető tárlatot. A katonai kitüntetéseket, tárgyi emlékeket, installációkat felvonultató kiállítás anyagát a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól, illetve a Nagyváradi Tanoda Egyesülettől kölcsönözték. A megnyitón Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, a székelyek méltán lehetnek büszkék a hadosztályra, hiszen a kis sereg élete árán is védte szülőföldjét. Ma úgy áll a helyzet, hogy nem hadsereggel kell megvédenünk a szülőföldünket, hanem békés feladatokkal, békés feltételekkel. Ma a legnagyobb fegyver a minket körülvevő népek tengerében az, ha megtartjuk intézményeiket, megőrizzük szüleink, nagyszüleink hagyományait, kultúráját, magyar nyelvünket. Szombaton Nagy Szabolcs és Gottfried Barna a Székely Hadosztály története című 2011-ben megjelent könyvének átdolgozott és kibővített kiadását mutatták be. Kétségtelen tény, hogyha emögött a hadosztály mögött és általában a katonapolitika mögött politikai támogatás lett volna, egyértelmű politikai támogatás, akkor nem, tehát feltételezhetjük az, hogy komolyabb eredményeket érhettek volna nyilvánvalóan el. Egyébként minden tekintetben, amit tettek, elismerésre méltó. A szakmai konferencián 11 hazai és magyarországi történész tartott előadásokat. Szombaton este Csíkszered a testvérvárosa, Hajdunánás Nanás Színházának Üvegvirág című drámáját mutatták be a Csíki moziban. Vasárnap a Csíksomlyóikegy templomban Szentmisén, majd a Fodorház előtti Székely Hadosztály emlékműnél folytatódott az emlékezés. Rendkívül fontosnak tartunk minden olyan eseményre való megemlékezést, ami szervesen kapcsolódik mind a magyar, mind a székely nemzet, a nép történelméhez. Ilyen volt a Székely Hadosztály is, amely 1918. november végén alakult meg Varóton erdővidéken, és úgy gondoltuk, hogy fontos lenne egy olyan rendezvény sorozattal megemlékezzünk, mint amilyen volt az elmúlt hétvégén. A tisztelgés résztvevőit Ráduj Robert Kálmán Csíkszereda polgármestere, Szollát Tibor Hajdunánás polgármestere és Petres Kálmán, a Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület elnöke is köszöntötte. A megemlékezést koszorúzás, a himnuszok eléneklése és a hajdunánási Mónus József világrekorder távlövő íjász bemutatója zárta. Gyergyó Szent Miklóson is bemutatja nagy sikerű Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadását a Bekecs Néptánc Együttes. A produkciót december 2-án, vasárnap 20 órától láthatja a közönség. A 20. század embert próbáló történései nyomot hagytak Európán. A Kárpát-medence népei, ezen belül magyar, székely és csángó közösségek szellemi, lelki épségét tépázta meg a háború. Emberi sorsok pecsét előttek meg a vér, a veszteség és a gyász alatt. Szűkebb környezetünkben, családjainkban személyes emlékeket őrzünk ezekből az időkből. Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadásban olyan képeket rajzolnak a tánc, a zene és a beszéd színpadi nyelvén, amelyek megidézik a hadba vonulók és az itthon maradottak életérzéseit. A színpadi események nem ragaszkodnak az elmúlt század dokumentarista krónikásaiként beszámolni a háborús eseményekről. A Bekecs Néptánc Együttes célja inkább a történelem kiszolgáltatottságában élő emberhez való közelítés. Az irodalmi szöveg töredékekkel, napló részletekkel, vetítéssel pedig szélesíteni kívánják ezt a személyessé tételt.
A produkció rendezője és koreográfusa Tőkés Csaba Zsolt. Az előadás 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jegyek ára felnőtteknek 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 12 lej, melyeket előadás előtt fél órával is meg lehet vásárolni. Pál Antal Sándor marosvásárhelyi történészt a könyv szenátora címmel tüntették ki. A csíkkarcfalvi születésű nyugalmazott levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a történelemtudományok doktora, a Székelyföld történelmének elhivatott kutatója. A könyv szenátora díjjal tüntette ki Pál Antal Sándor marosvásárhelyi történészt a Maros megyei könyvtár. A csíkkarcfalvi születésű nyugalmazott levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a történelemtudományok doktora, a Székelyföld történelmének elhivatott kutatója. A könyv szenátora díjat minden évben egy olyan Marosvásárhelyen élő és tevékenykedő személyiségnek ítélik oda, aki munkája során igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait, aki nem nélkülözheti a könyveket. A Maros megyei könyvtár a Kultúrpalota bal szárnyában működik 3 emeleten, ahol olvasóterem, kölcsönző és a nyomtatott sajtóarchívum található. A gyermekkönyvtár a jobb szárnyban kapott helyet. Az intézmény idén ünnepli megalakulásának 105. évfordulóját. Az 1913. novemberében Bernádi György által létesített közkönyvtár minden év novemberében megünnepli a könyvtár napját, ez alkalomból pedig különféle tematikus rendezvényeket szervez. Minden évben a könyvtár napok alkalmából díjazunk egy Maros megyei személyiséget, aki a munkássága során nagyon sokat találkozik a könyvtárral, nagyon sokat látogatja a könyvtárat, és éveken keresztül nem támogatunk az alkotásaival és könyveivel, szellemi támogatója a könyvtárunknak. Úgy emlékszem, hogy 1998 óta osztjuk ezt a díjat. Nagyon sok a marosvásárhelyi és megyei értelmiségi író, író, történész, néprajzkutató megkapta már ezt a díjat. Az idén Pál Antal Sándor kapja meg a könyvtár részéről. Megmondom őszintén, meglepődtem. Ugyanis én már abban a korban vagyok, amikor jó pár év eltelt a nyugdíjazás után, és rendszerint úgy nyugdíjazás körül, vagy azután való években szokták az ember ugye érdemeit valamilyen figyelmességgel ugye emlékezetessé tenni, és évek teltek el, utóbbi időben már megszoktam azt, hogy én már inkább a feledés útjára kerültem, ugyanis az utolsó ilyen figyelmességet 75 éves koromban kaptam, és azóta már, tehát 4 év, gondoltam, hogy én már a elfelejtett öregek kategóriába kezdek kerülni. Ezért is nagy örömmel vette át a díjat a több mint 30 könyv szerzőjeként ismert Pál Antal Sándor, aki jelenleg is dolgozik. 2 hét múlva jelenik meg legújabb munkája, amely a marosvásárhelyi vízellátás történetét ismerteti. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a viszontlátásra!